Elnézést, Aladint keresem. Kit? Aladint. Aladint keresem. Mert ez nem ez a város, hol Aladin is lakik. És a Abu. A majom. Te vagy a majom! Nem ön, nem magára értettem, hanem Abura, a majomra. Mondd, te, hogy, mit, te vagy a majom! Hogy beszélsz velem? Hogy beszélsz velem? De nem magára értem, hanem Abura. Na mindegy, de mi van a búrámmal? Abu. Na mindegy, hol van? Béna. Na, sziasztok. Jó, tényleg béna vagyok, sziasztok. Assassin's Creed Revelations, negyedik rész, és ugye ott hagytuk abba a legutóbb, hogy sziasztok. Ott hagytuk abba a legutóbb, hogy ugye kerestem volna olyan olyan boltokat, ahol el tudtam volna adni azt a sok cuccost, ami nekem már ugye nem kell, és abból pénzt tudtam volna szerezni. Mert hogy láthassátok, hát konkrétan nem tudom, nagyon szarul állunk most pénzügyileg. Nagyon elbasztam, nem tudom miket vásároltam, amit nem is kellett volna. És egyszerűen nem is van, szégyellem. Mikor ezt én elmondtam a vacsora asztalnál, hogy én mit csináltam, hát akkor majdnem kitagadtak engem a családból. Nézd már, oda dobom a pénzt. Isten. Bassza meg. Na jó van. Majdnem kitagadtak a családból, és hát ilyen lelki problémák mellett folytatom ezt a Assassin's Creed Revelations-t. Mivel hát pénzünk nincs, megyünk főkövetéshezni, és akkor majd hát több lesz valamelyest, és akkor majd tudunk jobban gyarapodni, meg ilyesmi. Majd kiderül. Úgy érzem amúgy egyébként, hogy jó napot kívánok. Úgy érzem egyébként magam, mintha egy kicsit enyhe napszúrásra küszködnék. Napoztam ma. Nyugszik a beteg. És lehet, hogy most azt érzem. De nem baj, attól még itt vagyok, és Assassin's Creed Revelation, meg egyéb hely mi a kőtyúk a nyúkent. Ott egy Desmondos valami. Kérned, Desmond? Kérned? Tehát egyen meg az uzádot, tessék. Itt is lenne egy bolt, de azt még ugye meg kéne vásárolni. Ugye? De hát most ugye, hát szegény vagyok, be kellett fizetni a csekkeket. Itt van a szőnyegeket is vásároltam. Meg nagyon sok mindent. Meg egy csoda lámpa, egy sima lámpát, aminek azt mondják, hogy csoda lámpa. De nem hiszek benne, szóval beledobta a kútba. Bazd meg, mindig lögdösődtök, hát komolyan mondom. A banknál gondolom nem lehet vásárolni, vagy eladni. Mit? Mert én is bemegyek a bankba, az majd a narancsot, meg azért a csirkelábát majd eladom nekik. Nem, azt nem lehet. De talán a... Ja, hogy ez még nincsen megvásárolva. Hát annyi pénze meg nincs. Ugye? Na jó van. Nem mindegy. Menjünk küldetésezni. Ja, hogy itt kell bemenni. Jaj, bocsánat. Jöttem. Ja, ez a Assassin rezidencia. Mi az? Kaptunk egy levelet. One of your assassins has gained. Ja, aha, hát ez olyan, mint a Brotherhoodban volt, ugye? Nagyon helyes. És akkor Select Assassin, és akkor ő lesz ennek a Dennek a vezére. Hát legyen ő. És akkor most vele kell beszélgetni. De először ezt megnézem, hogy mi a... Micsoda ez? Ja, aha, ilyen challenge-ek. Úgyis lenne mondani ilyen challenge-ek. Ugye ez volt a Brotherhoodban is. Mondom, hogy nem sok mindenbe változott ez a játék a Brotherhood óta. Beszélgessünk. Igen. Az a szívritmusom. Mentor. Jól van mentorom. Vagy na, én vagyok a mentorod. Mi a baj? Mondd el. Csak mondd, hogy mi a baj. Mi a baj ezzel a helyjel? Velence jobb lenne. A csatorna, a bűzös csatornájaival. Csatornájaival, jól mondtam. Mindegy, megyek, mert a végén még itt izé reumás lesz a bokám.
Hogyha nem mozgok eleget. Várjál, már ott jönnek. Ő várjon, vagy én várjak. Gyere már ide, öcsém. Ah, mibe dobtam bele? Izébe, beledobtam a dobókést. Ja, nem hajintott el a dobótört. Jó van. Azt itt a cserébe belevágtam. Egyébként itt a ácsok jó meg. Itt mióta edző ide tért, amúgy boldogulnának az ácsok. Lenne sok pénzük, meg munkájuk is. Mert amennyire tönkre basszuk a sétálásunkkal, meg a futkorászásainkkal a cserepet. Jaj, új. Hova ugoljak le? Jaj! Nézd már! Simba! Menjek már! Don't fos! Menj már! Siessé! Úgy! Na és most? Mi van? Beleugoljak a kurba? Hát, hogyha én beleugrok a kurba, akkor követsz! Jó! Nem sérültünk meg! Jönnek már a lányok! Nézd meg! Jönnek a lányok! Hát ezt nem hiszem el, edziu. Komolyan mondom. Most már valamit kösse farkadra. A tettünkkel találkoznunk? Így van, nagyon köröm pörkölt. Korom fekete. Az este. Az igen. Azt hittem amúgy csak azért szeretem volna megkérdezni. A tüdőgondozó telefonszámát. Na mindegy, clear the area. És akkor egy assassinnak kéne szólni. Na most amúgy jó lenne egy számszerűnek, hogyha lenne, de hát... Jó van. Jó, hát én kicsit most ilyen izének érzem magam. A csöves. Jó, mondom. Hogy kell bemérni? Akkor bemérem őt. Fütty. És egyből előjött. Egyből előjött. Másikor is meg kéne ölni, amíg észre nem vesz, nem? Vagy ő vele mi lesz? Nem látom Ezio a fejedtől, hogy mit kell úgy csinálni, de nem bajom, hogy nagyon szép fejed van. Attól függetlenül, hogy nem látom. Igen? Ez időre megy amúgy? És amúgy még egyetlen egy kérdésem lenne. Négy lábú van, asztal, lemszék. Mi az? Indian Gunpowder. Mindent becsempésznek a városba, nézd meg. Oda még gyorsan felmegyünk. Ezért a küldetésére 3000 pénzt akarok majd kapni, köszönöm. Jaj. Merre nézel? A bácolók felé? Jajjaj! Ne essél már le, jó? Nagyon szép. Nagyon szép pizsomád volt. Tetszett. Tényleg. Ez jó volt. Ez jó. Ez igazi ilyen... Hogy is mondjam? Mint hogy egy igazi assassinnal lenne dolgunk. Ez nagyon szép volt. Így beleugrunk a 4 méteres medencébe. Még jó, hogy nem a csávóra ugrottunk rá. There is a danger. Nem, milyen danger? Itt jön Hermione Granger? Igen. Na, mi történt? Én mindig is mondtam, ezek a török rumok... Mi a... Target location? Hogy kell ezt kikapcsolni? Na. Igen. Megöltek egy assassint. Aha, kövessük a gyilkost. I do not like this. Ott van Vali, Sel, Tradat. Ő volt, kérlek szépen titeket. Vali, Sel, Tradat. Ezt jó elmondtam. Oké. Okay. És akkor még mindig itt van? Hú, hát nagyon úgy néz ki. Na várjál már most, akkor ő velünk van? Chase the Sentinel. Tiszta GTA hallod, és én mivel vagyok? Én vagyok a Sabre Turbo-val, mint Hilary? Hogyha ugye akkor Tommy Versetti volt a Sentinel-lel. Most amúgy nem nagyon figyeltem megint a sztorira, és ez baj egyébként. Nem tudom, minek játszok egyébként. Ha nem figyelek a sztorira, akkor ennyi erővel mitől fejhetném a kecskét is. Szabad időmben. És felvenném videóra. Rafkós ember amúgy. Ja, nem menekül már. De jó volt.
Amúgy azoknak meg szólni kéne, nem? Hogy gyertem már segíteni egy kis izéért, hogy mire szoktam a borra való, vagy adok majd kis izéért. Mit adok már? Na. Au. Bunkó, bot. Na, hagyd beszélgessem már veled. Mi van a hátoddal? Meg a headeddel? Until that man is caught or killed, I fear none of us will be safe in this city. Mm-hmm. And until you are properly trained, I will not let you... Jó, iszok egy kortyot, ha megengedett, kedves Rizefuat. Let us focus on further honing your skills first. Ennyi pénzt kaptam? Ennyi? Azt mondom 3000. Nem? Arra volt szó. Akkor ez mi? Mediterranean defense future allows you to send assassins to perform missions in cities throughout the Mediterranean region. Na hát ugyanúgy, mint a Brotherhood, ugye. És akkor ide, hogy itt vannak, hogy Templar Control 100%, mondjuk nézzük meg, hogy nem lehet megnézni, csak ezt lehet. Jó. És akkor itt van egy ilyen hármas nehézség. És akkor meg lehet nézni, hogyha őt küldjük, akkor 100%-os lesz a siker. És ezért, ugye, pénzt is kapunk. Na, még szép. Ez körülbelül olyasmi, mint hogy mi ülünk a segünkön és mások dolgoznak helyettünk, de közben csak az időre kell várni, és utána lesz pénzünk. Szóval ez jó. Persze, konkrétan, mi sem fogunk addig a segünkön ülni. Csak úgy mondom. Nos, a bankban nincs egy kis pénz. Nézd, neki még a fának, csak hogy kikerüljön azt az ember, de hát... Nyit van még ilyenkor a bankos? Normális, nagyon normális. Nincs semmink. Hát akkor marad a küldetéshez, és gondolom át kell menni a folyón. Már megint itt vannak a jányuk. Hogy elnéztem. Így van. Hát, annyit tudom még tenni a jó ügy érdekében, hogy ide beugrok. Megiszok egy kávét. Nem, megnézem, hogy ott vannak-e mellékküldetések, hogy ott mit lehet csinálni a rezidencián. Jó, tét! Paklava! Na mindegy. Arra mennyi? Jó. Jézus Krisztus. Mindig eltévedek, hol kell bemenni? Ja, ezen a kis ajtón. De hát itt akkor nem tudna bemenni. Egy 150 kilós ember? Miért aggoltunk be most? Azért, mert 150 kilós? Jaj, megint belaggolt, mikor kimondta az, hogy 150 kilós. Megint lagol. Itt gyors utazni lehet. Szerintem. Mi van? Várjátok. Spouders empty one braces. What the fuck? És ez a kick? Nézzünk egy szobrot. Oké. Okay. Jól van. Biztos úgy, hogy te cigizzel, vagy mi a fasz csinálsz? Azt hittem, hogy felgyűjtöd itt a főhadiszállást. Na. De miért lagolunk ennyire itt? Jesus Christ. Ni, már vissza is tért a csávó. Listen, content to your... Nem tudom elolvasni. Egy könyvtárban lakunk, hallod. Nincs meg az izé, mit olvassunk itt? Valamik Assassin's Creed könyvet ki szeretném olvasni, köszönöm. Na jó, konkrétan most tettünk egy ilyen felesleges kört, mert itt nincs semmi kör. Viszont akkor most már fast travelezni fogok. Főleg, hogyha itt tudja én hova kell menni. Tisza kécskére, én nem tudom. Mert nézzétek, az igen, Tisza kécske. Na, szóval ide kell menni, itt pedig van egy fast travel location, és itt is van egy fast travel location. Ennyi. Se több, se kevesebb. Menjél már hazafelé, aludjatok. Itt beszélgettek. Te mi, teli holdot nézzétek? Nincs is teli hold. Hát akkor meg. Jaj, hova mentem? Mi ez a sikátor? Júj. Azt elviszem Jászmű hercegnőnek. Koldászt.
Elesett valaki. Mi volt ez? Na, megérkezte a temetőbe. Amúgy ez lesz mindenkinek a végállomása, szóval... Szóval, nem mondtam újat. De ezeket a helyeket, ezeket a ládákat a térkép miért nem mutatja, hogyha megvásároltam? Ezek csak izé, ilyen nyersanyag ládák, pénz nincs bennem. Nagyon úgy néz ki. Nano. Nano! Hát ezt nem így akartam, de... Sorry, hölgyem. Ott a küldi. Ó, oh. Ho-ho. Egyből oda megyünk. Szívritmus zavar. Nesze, nézd meg, te bántottad? Mariskát? Zsuliskát? Mit jelöl? Miért van az még kijelölve? Ne idegesítsetek már fasz. Hol vagyok? Nézd már meg, milyen hülye helyre jöttem. Jézus, még jó, hogy nem izé, fizetős. Isten, de nem is azt mutatta. Én néztem el ennyire, de ennyire nem lehet elnézni, akkor menjünk ide a bazarhoz. Bazar. Na milyen bazar tettél már megint? Jaj, nézd meg. Mint akinek valami baja van, agyi rendellenesség. Ez össze-vissza visz ez a csatolna, vagy mi ez minket. Na, most már jó helyen vagyunk. Hála a magasság. Alla, na. Vagy amúgy nem kéne videóba alla hozni? Hát lehet, nem kéne. Jaj, hol vagyok? Jaj. Találtam. Pénzes ő. Hát igen, mert annyit is éltünk, úgy dolgoztunk edzőre, sose voltunk bejelentve, így nem lesz nyugdíj. Sehol se voltunk bejelentve, mindig csak dolgoztunk. Nem tudom, assassinok mennyi nyugdíjat szoktak kapni. Kapni. Na, megjöttem. Ezt milyen boldogan mondtam. Hello, Yusuf. Annyi damage. Byzantine Templars may be bad hosts, but are decent tenants. Mi van, testvéreim? Most azt amúgy mondom, ez semmi rasszizmus, hogy azt mondom neki, testvéreim, mert amúgy tényleg testvéreim, mivel assassin testvériség. Testvérem. If you want to learn how to craft your own bombs, I can show you. Don't touch that. One wrong move and bang. Amúgy most mi migránsok vagyunk itt Törökországban, így mint egy olasz. Look on your face. Mindjárt jön majd már izé, Corleone család is. Hogy miért aggolunk, azt nem tudom. Mi csak most tanuljuk meg ezt. Oké. Mit kell csinálni? We craft our bombs from a combination of three parts. The shell, the gunpowder, and the primary ingredient. Igen? Sometimes we add a few extras too, for igen? Fun. But we'll come to that later. For now, van focus ilyenünk. On these elements. Ennyi. Ennyi? Van... Az sem mindegy, hogy milyen lőpor. Indiai, arab, meg british. Arab, meg van egy... hát a gyújtó zsinór, nem? Vagy mi az? Legyen ez, mert ezt mutogassan nagyon, és akkor tesz jobban, nem? Az mi? Tap, A, drop the bomb. Na, az mi? Ilyen izé... Berugat bomba, vagy mi? Ezek jók időltek. Igen. Akkor craftoljunk. Yeah. Add bomb. Na. You'll find many ingredients for bomb. Lehet mást is lehetett volna, nem csak ezt. So keep your eyes open and your nose to the ground. Én nem nagyon próbálkoztam ezekkel a bombákkal az első végigjátszásomkor. Majd most jobban fogok próbálkozni.
Látod, milyen szép könyvem van? It's a journal. Nem, hát, jaj, de, ja. Niccolò Polo, azt hiszem, hogy benne volt a Assassin's Creed 1-be. Ugye? Lehet, hogy Assassin's Creed 1 végigjátszás lesz ezután, mert hogyha én neki fogok Black Flagnek, meg ilyesmi utána, miért térnénk vissza már Altairhoz? Mert a Black Flag ugye a Unity-t is. Na mindegy, majd meglássuk. Most rá a Rogue a Unity-t is ötvözi. They ran a business in this area, no? I believe so. Speak with a man named Piri Reis in the bazaar. Piri Reis. Na, Piri Reis. Most nem Pirike néniről van szó. Ő egy történelmi személy. Na, itt akkor lehet bombázni, ugye? Ja nem, ez már nem az. Milyen, nézzük már meg az asszaszinjaimat. Ennyi. Ő mindig dolgozni, van itt egy ötös szintű, ennyi. Hát, figyelj, mik vannak még itt, hova menjél? Menjél már nyaralni, nem addig, közelebb, Alexandria, ez egyes. Na, ezt aztán nem megbírod csinálni. Ó, simán. Hát mondjuk ötös, nézd meg ezt a szart. Mediterranean Defenses, Alexandria és a kettest. Na, azt is meg tudod csinálni, és akkor egy kicsit jóval több pénzt kapunk. Így van. Na, ennek örülök, hogy ez megmaradt a Assassin's Creed Revelation-ben ez a rendszer. Nem kell annyit dolgozni. Nos. Hol kell kimenni, Yusuf? Az oskoláját. Merre kell menni? Hát, komolyan nem segítenél. Itt olvassunk. Tényleg már tényleg, ezt jól elmondom. Tényleg olyan bombát készítenénk már, ami, mint hogy mi felrobbantanánk véletlen magunkat. Az durva lenne. Na. Itt vannak a bombák. Ez a három. És akkor most felromadjuk türkű kuruc-kuc-kuc izbenisznét. Nem, ez még a küldetés, szóval megyünk oda. Csak miért tudja, milyen 80 méterre van. Szóval lopjunk addig. Nem. Nem ezt akartam. Megyünk a bazárba. Az a bajom, és már tudják, hogy lopós vagyok. Megyünk a bazárba. Most találkozunk Pirivel. Did Yusuf Tazim send you? That sounds like one of his exaggerations. See, he said you could show me the location of Niccolò Polo's former trading post. Ah, you must be that Florenzola he's been yammering on about. Lothario? Ezio. I don't hear the difference. Yes. The old polo shop. It's just west of Hagia Sophia. Here. Grazie. Ő azt hiszem egy térképész volt. Piri Reis. De megnézem, nem akarok fasságot mondani. He is a talker. Nevet. I'm a navigator in the Sultan's Navy. Currently on leave to study cartography. But through my soldiering, I've also gained an two hearts, living in just one fine. It gives us a addig, amúgy elővettem a könyvet, a Assassin's Creed jelenések könyvet, és abból fogunk kiolvasni, hogy ki volt Piri Reis. Mert én fogyatékos vagyok. I am eager to learn. Well, no one is stopping you. Just let me know. Hát Piri Reis. Amúgy, hogyha tabot nyomnánk, akkor hamarabb megtudnánk. Tengernagy, a török kereskedelmi flotta vezetője. Na.
Egyébként itt vannak ilyen idegen szavak és kifejezések is, de ezt majd a következő rész elé majd egy-kettőt törökül majd mondani fogok. De most akkor bank. Bankos. Mi ez? Mi ez a térkép? Ez a testvériség, ugye? Igen. Jó, gondoltam. Azért. De várjál már most, akkor veled már nem kell beszélni. Bombát lehet csinálni, ezt azt shoppolni is lehet nála. Ó, oh, ho. Erre vártam már mióta. Nem lehet így fullba mindent eladni. Most komolyan. De várjál most azt nézd meg, hogy több pénzünk van, vagy kevesebb, mert lehet, megint inkább veszek, mint eladnék. Még ezeket lehet nem kéne eladni, hogyha gránátot akarok csinálni. De ebből amúgy nagyon sok pénz bejön. Nézd már meg. Már mennyi pénzünk van. Ohó, megyünk vásárolni. Kozmetikushoz mi? Szoláriumba. Meg szaunát. Majd minden. Hú. Ezeket lehet nem kellett volna eladni, hogyha... Na mindegy, úgyis tudok majd még lootolni, szóval most meg kell a pénz. Az mindig kell. Meg még a bankba is beugrunk. Hello? Na, pirikém. Először nem a bankba ugrunk be, hanem a kovácshoz. És megveszem a számszerét. Addig veszem meg a számszeréjét, amíg van pénzem. Azaz tuti. Tutti frutti. Hello? Jaj, már megint beledobom a kist. Nos. Mi van? Mi? Miért ilyen drága? Na? Hát ez nem érvényes. Ez... Á, most elment a kedvem. Minden élettől is. Hát ez nem, ez így nem fair. Ne röhögj. Na jó, van, akkor lootolunk. Ennyi. Ennyi. Kettő pár lootolni való van. Akkor mennyi kell? Még 3000 kell körülbelül. Kell isz, meg nem isz. Jó, akkor még a bankba beugrunk. Akkor is a rész végére megveszem a számszerűjét. Bank beugrunk, még ott is az 2000. Hamarosan majd az Assassin is hazatér. Még ő is ad pénzt. I hope so. Most mi van? Jött fent van, mi? Ilyen hülye helyekre feltenni ezt a szart. Na, jó, hogy menjek oda fel? Hogy menjek? Igen, ugolj arra. Kész. Hát ez keveset adott. Sokkal kevesebbet. Nem baj. Nem baj. Van ez így. Itt nincs bank. Amúgy a közelben. Ez így ilyen. Ez durva. És tényleg nincs bank, még nyitva, amit még nem, amit már renováltam. De itt miért röhög mindenki? Itt komolyan mondom, a kínaiak nem csak izét hoztak ide, lőszert, hanem ópiumot is már, vagy mi a faszom van már Törökországban mindenki nevet. Én próbálok itt dolgozni, mert minden. Megszerezni ezt a kis kevés pénzt, ami a számszeréhoz kell. Azt erre fel itt röhögnek. Hát a pofám leszakadt tőlük. Ez is 109. Na, add már be egy ezrest. Mondom, ezrest. Na mindegy. Oda menjünk.
De most gyorsan, azonnal rohanj! Most ez most miért baj? Ja, te ezt őriztétek, ezt a két ládát? Alig volt benne valami. Mi van vele egy gyumúzsák? Fejezd már, fejezz ide már be! Alig volt benne pénz. Stop it, stop it. Jó már, alakba! Ja, az más, az iszlám. Jó, bocsánat. Au. Kibicsoklik a izé lábfejem. Futi, futi, futi van. Melyik mecsetre kell most felmenni? Jó, ez nem mecset. Ja, Istenem, most anyáznak amúgy? Mit csinálnak? Ez milyen hely? Mindjárt kiírja amúgy. Na, pénz? Hol a pénz? Hol a pénzem, Maika? Hol a pénzem, Patricia? Na. Mi az? Hol kell felmenni? Hoppá. Nem lehet ezek a oszlopokon felmenni? Ez olyan, annyira nyilvánvaló. Na, oké. Okay. Ú, de szép madarantyú. Új! Jaj! Edzió amúgy, te még itt mutatványzol nekem. Ennyi. Amúgy milyen jó körbe lehet így nézni egyébként, hogy hol vagyunk, nem lehet látni semmit, csak házakat. Ez amúgy valami olyan, mint a izé volt a Brotherhoodban, a Rómában. A Pantheon? Nem Pantheon. Colosseum. Még le vannak zárva. Nincs bank. Egyszerűen nincs bank. Venni kell egy bankot. Vagy renoválni. Vagy különben vége. De hát így is vége, mert nincs annyi pénz, hogy megvagyom a szám szerint. Jó, valamit még eladunk. De mit? Eladom ezt a nőt. Forum of Theodosius. Meg Theodosius. Beszarok. Hiányoznak amúgy a lovak. Nem lehet lovagolni ebben a játékban. Ez egy visszalépés. Hey, hát bánat, rágjam ki a nyakatokból a ütőeret. Hát komolyan mondom, ki fogadott fel titeket? Senki? Gyál már. Isten. Tudjátok mit? Szerintem a játék azt akarja, hogy mi ne vegyünk számszerűet. Inkább ingatlanokat kéne venni, hogy több pénzünk legyen majd. Nézd meg, erre back-et nyomok. Back in black. Na, még 20 percig, akkor játszani fogunk. Így van. Most már fogadjál már engem. Köszönöm. Mennyi? Még mindig kellene egy ezres. Picsába. Hát, jó. Nekem is sok minden kéne. Veszünk könyvesboltot. Ennyi. Úgy nem tudom, hol lehet még assassinokat felbérelni. Hát komolyan nem látok egyet se az utcán, hogy több lenne, és többen dolgoznának. De megveszem egy könyvet, valamelyiket. A Kámasz utat. De ezek a könyveket? Nem értem ezeknek a lényegüket. Ezeknek már jobban értem. Ezeket meg kéne venni. Tudom, hogy drága. Főként, ja, hát majdnem. Ugyanannyi, mint. De sajnos én geológia fétesese. Nem amúgy, de ezeket meg kell venni. És mi maradt is pénzünk? Most már az egész térképen mutatni fogja a ládákat a játék. Hála a magasságosnak. A lavakba.
Alla. Na. De komolyan. Ez most nagyon jó nagy segítség lesz. Topográfia. Topográfia fédéses vagyok. Itt van, ezt megvesszük. Igen. Igen, már megint a backre mentem. Hát... Komolyan mondom, én már mindjárt megrágok egy villanyköltét. Ez nem állapot. De mik vannak még itt a környéken? Hát... Szabó. Mindegy, mert a Szabóhoz majd megyünk legközelebb. Ennyi volt a mai rész. Én Norbi voltam, és ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Sziasztok!